Na jó, mindenkinek sziasztok, srácok, én Dani vagyok, és íme itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban nem más lesz, mint játszani fogunk ismételten a Minecraftban. Bocsánat, egy kicsit közelebb rakom hozzám a mikrofont, és srácok, csodálatos vasárnap reggelt kívánok mindenkinek, hát a reggel kerül ki a videó, de aki délután vagy este nézi, azoknak pedig jó délutánt, meg jó estét. Na jól van? Ugye szokásos tudsz, ugye küldtek nekem skint az e-mail címemre, ami az, hogy ProPROGAME, tehát ProGame és testers, TESTERS, kukac@gmail.com. Oda, hogyha az én skinemet átlakítva elkülditek, akkor eléggé valószínű, hogy a következő videóban használni fogom. Szóval, ja! Van még vagy 10 darab skin elküldve, szóval majd azokat is berakom, szóval nyugi, ne legyetek türelmetlenek, mindegyik majd remélhetőleg bekerül. Kivéve aki egy random letöltött skint küld el, mert azt nem fogom berakni. Na de srácok, kezdjük is akkor el, és ha tetszik a videó, akkor nyomjunk egy lájkot, ugye nem, akkor pedig dislike, stb. De ezt majd ráír akár a videó végén is. Szóval, vágjunk először fát, és gyorsan majd szerezzünk egy normálisabb csákányt, és hát amúgy ja, itt tart velem kisdát, őt nem hiszem, hogy nagyon be kéne mutatnom, szóval, ja, nagyjából így ennyi. Kéne szednem ugye hát követ, szóval azt én majd mindjárt is megyek szépen követ szedni, és hát reménykedek benne, hogy hogy normális cuccokat fogunk találni. Bocsi, ezért a kis izért csak mindegy kölyögtem. Na, oda megyek szépen. Ott amúgy van szén is. Na, egészen jól haladunk, amúgy nagyon jó kezdése egy tökéletes Minecraft videónak, szóval tényleg nem lesz itt probléma szerintem. Szóval akkor gyorsan szedjünk ki egy-kettő kis kavicsot, és akkor szerintem neki kezdünk a többi dolognak is. Mondjuk akkor egyből csinálok én egy izét, csinálok egy kőcsákányt. És ja, nagyjából így amúgy így kb. Így ennyi lesz. Kis, mi az? Kis, mi az? Mi az? Mondjad, találtál valamit? LOL! Ezt hogy nem vettem észre? Ott egy hulla. Jaj, jaj, itt egy csontváz. És ott van mellette egy chest. Aha, értem. Jó, rendben van, hát akkor én nem izélek, megnézem a chestet. Ó, itt egy Snotch, lol. Itt egy könyv, amit Notch írt alá. A kiválasztott képes erre a feladatra. Aha, és itt egy iránytű. Hú, hát van egy olyan érzésem, hogy ez jelenteni fog valamit, hát akkor ezt a szénbányászatot most elnapoljuk. Jó, akkor nem tudom, és amúgy ő lenne a kiválasztott, akit meghalsz? És akkor nem tudom, mindegy. Mindegy, ez majd kiderül, kis gyere szépen. Menjünk akkor, keressük meg, vagy nézzük meg, hogy ez hová mutat ez az iránytű. Hát érdekes. Na mindegy, hát a kiválasztottnak úgy tűnik, hogy nem sikerült, vagy lehet, hogy én vagyok a kiválasztott, vagy fogalmam sincsen. Mindegy, de Notch írta alá ezt a könyvet amúgy, ami eléggé izgalmasnak hangzik, szóval csekkoljuk le, hogy mi lesz ott, ahova ez az iránytű vezet, és hát majd akkor szépen kiderül. Srácok, annyit még el akarok mondani, hogy a harmadik csatornámon majdnem minden nap vannak videók, sőt mostanában minden nap vannak videók, szóval hogyha akartok tőlem még több videót látni, akkor a harmadik csatornámon ugyanúgy megtaláltok. Link ott van a leírásban, de amúgy a csatornámnak az a neve, hogy Dani kötőjel Minecraft, mindenféleképpen iratkozzatok fel oda is, és kövessetek, hogyha szerettek, vagy nem tudom, szeretek nézni a videóimat. Szóval nagyjából így ennyi. Na, másszuk meg ezt a hegyet, és nézzük meg, hogy merre is kéne vajon nekünk menni. Jó, itt balra én megkerülöm ezt a hegyet, mert nem akarok itt izélni. Nem akarok itt nagyon így furán, nem tudom, itt így lemenni, aztán meg megint megmászni, és úristen. Jajaj, ott van valami. Jajaj, ott van valami. Na jó, mindegy, hát akkor gyerek is, nézzük meg, mi ez. Ez egy totem? Ez egy totem akar lenni? Vagy ez mi? Úristen, na jó, ezeket én elrakom. Hát ez nagyon-nagyon érdekes dolog, és van rajta 5 darab kar. Nincs itt semmi más, csak karok. Hát jól van, oké, és na mindegy. Hát srácok, akkor nem tudom, hát akkor Most mit kéne csinálnia? Na várjatok. Most ezt így el kell találnom a helyes kombinációt, vagy nem tudom.
Na várjatok már, ez így nekem nagyon nem kóser. Most ez így... jó, érdekes, hát igazán érdekes. Mit kéne ennek most csinálni a srácok? Most nem, tényleg nem tudom. Tehát el kell találnom, hogy hogy áll jól. Nagyon-nagyon nem értem. Nem, nekem ez nincsen meg. Szerintem lehet, hogy nem is ezt kéne csinálni. Lehet, hogy full butaságot csinálok. De hát jó, mindegy igazából. Hát tényleg fogalmas nincsen, és... LOL! Az ideig is ott volt? Ideig is itt volt ez az utca? Látok, eltaláltam a kombinációt, vagy mi? Na most ezt lecsukom. Szerintem eltaláltam a kombinációt, vagy nem tudom, de ott kinyílt valami, ahogy látom. Ez ideig nem volt itt, szerintem. Szerintem ez azért ideig nem volt itt. Ugye? Legalábbis nem tudom, ki is, te láttad itt, ki is? Láttad? Nem? Biztos nem. Jó, oké. Mindegy, akkor menjünk le! Ez itt volt itt valami? Nem, itt nem volt semmi. Jaj! Jaj, jumpos rész! Jó, hát rendben van, én szeretem a jumpokat, szóval én állok elébe. Jó, srácok, akkor ki kell vinni ezt a jumpot, hát jó, reméljük, hogy ki tudjuk vinni elsőre. Kis, te addig szurkolj nekünk, legalábbis hát próbálj meg szurkolni. Jó, jó, nem egyszerű, nagyon-nagyon nem egyszerű ez a jump amúgy. Jó, akármennyire is egyszerűnek tűnik, egyetlen, de bassz, jó. Jó, megvan, mennyi van még ott, úristen, na az a rész, srácok, az írtózatosan nehéz lesz. Jó, megvan. Hú, jó, nincsen sok hátra. Nincsen sok hátra. Jaj, na gyerünk. Jó, oké, megvan. Jó, megvan. Jó, ezért itt valahogy, ha kis, nehogy lees nekem. Ezt most hogy vigyem ki? Na jó, várjatok. Sok sóderem van, nem van ilyenem is. Jó, hát itt kénytelen vagyok amúgy csalni, mert nem akarom, hogy kis meghaljon, szóval... Kis, hallod? Nem akarsz ide jönni? Mindegy, akkor így. Jó, oké. Bocsi kedves, nem tudom, nocs, vagy nem tudom, ki csinált ezt a akadály... Páj... Nem már! Ott voltam a végén! Istenem! Gyerünk, miért nem hoztam magammal több blokkot? Jaj, Istenem. El kellett volna hoznom magammal egy csomó blokkot, aztán átcsalni magamat, vagy valami. Még akkor lehet, hogy lesújtanának rám, de... Nem baj, csak azért is. Na jó, most kiviszem. Most kiviszem. Most nincs megállás, srácok. Most! Nagyon-nagyon érzem! Gyerünk! Gyerünk, jó? Jó! Hú! Jó! Jaj, azt gondolom, el tudom képzelni, hogy most mindenki kiég rajtam. Jaj, na jó van. Jó, kis könyör... Hallott, kis, nem... Jaj, Istenem, kis! Jó, nem baj, hát etetni kell, hogy ne halljon meg. Jó? Jaj. Jó, megvan! Végre megvan! Jó, sok szenvedés árán, de meg tudtuk csinálni, srácok. Hát srácok, nagyon-nagyon remélem, hogy valami normális küldetések lesznek itt, és nem lesznek túl nehezek. És... Ne már! Kellett mondanom, bele kell ugranom abba a vízbe, csodálatos, hát jó. Igen, tök jó. Persze. Na jó. 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 Oké, nem haltunk meg. Nem haltunk meg, ez jó kezdés, jó. Erre kell menni, mert erre vannak a fákják. Na jó van, menjünk. Jaj, nagyon remélem, hogy most már az innentől nem lesz túlságosan nehéz. Lol, ez mi? Ez mi? Itt kell mennem? Hát jó, oké, hát akkor menjünk, srácok. Nem tudom, hogy ez így, mi ez a nagyon hosszú folyósó, de hát akkor én megyek. Jó van.
Itt vannak redstone fákják, meg minden. Hát érdekes. De nem baj. Jó van, én megyek előre. Itt jól látom, hogy itt nincsen redstone fákja. Várj, csak elfogytak a redstone fákják, hát nem látok konkrétan semmit. Na jó, hátrafele se látok, ne már! Na jó, nem. Srácok, és ne, mi történt? Mi történt, nem már? Én megyek? Ez mi? Ne, Hol vagyok? Uram, atyám, hol vagyok, srácok? Ez mi? Látok egy napot. Szia. Hello, ki vagy? Vagy nem tudom, hogy hol vagy, nem látok sem... Uram, atyám, mi ez? Itt van Notch. LOL, itt van Notch. Hello, Notch, és itt vagyunk fent. Úristen. Jaj, de magasan vagyunk. Hello, Notch, szia. Mi a helyzet? Vagy nem tudom, mi van veled? Hello, rég találkoztunk. Sikerült kivinned a próbákat? Hát köszönöm szépen, ennek örülök nagyon. És egy kis csalással, de sikerült. Hát ja, igazából sikerült, az biztos. Milyen csalással? Nem is csaltam. Nem is csaltam, hol csaltam? Sehol nem csaltam konkrétan. Tényleg nem csaltam a parkörnál. Jó, de ott a kutya miatt azért, hogy ne essen le. Az nem számít csalásnak. Ott azt csak a kutya miatt csináltam, hogy ne essen le, tudod, mert ja, különben leesett volna. Nézzük el, hát, ja, mindegy. Jó, Notch, hát akkor jó, kapok valami jutalmat, vagy valami? Nem tudom, bármiféle megváltást, vagy akármit. És mivel sikerült, lehetsz a segítőm. Hát, miféle segítőd? Nem biztos, hogy én akarok a te segítőd lenni. De hát, nem tudom, nincs egy kedvem segítőnek lenni. Bocsi, Notch, ez így érdekesen hangzik. Velem dolgozhatsz itt a világ felett. Wow, hát, hát ez nagyon nagy megtiszteltetés, meg minden, de hát Notch, nem rosszból tényleg, de ezt el kell, hogy utasítsam, mert nem akarok én itt fenn lenni, nekem jó ott lent. Nagyon jó munka, nem hagynám ki. Hát Notch, ez tényleg nagyon kedves tőled, meg minden, de én szeretnék lemaradni, nekem jó ott lent, tényleg, nem, egyszerűen így fenn nekem. Biztos, ja. Tök mókás volt ez a parkör, meg izgalmas, meg minden, de nekem jó ott lent a kutyákkal, a falusiakkal, a normális világban, érted? Tehát, hogy nem, nekem nincsen szükségem tényleg ilyenre. Én meg vagyok ott lent így, ja, azt ennyi. Ha tényleg akkor ajándékot adhat, ja, persze, azt elfogadok. Ajándékot az bármikor azt szeretem. Na, tehát Notch, akkor igazából, ja, így ennyi. Vigyázz rá, jó, rendben van, persze, vigyázok rá, nincsen semmi zé. Ó, kapok egy kardot. Istenek kardja, de menő. De menő ez a kard. Jó, LOL! Ez tud ilyet? Hú! De menő! De téged nem bírlak megölni. Még menő. Ha! Tök menő. Hú! Van egy tök király kardom. Srácok, na! Haladás, királyság. Jól van. Hát Notch, köszönöm szépen. Várjál. Mi az? Ne élj vissza a hatalommal. Persze, hogy nem élek vissza, nyugi csak. Amúgy lebírok a patóba esni? Várjál, megpróbáltok leugorni? Csak nem tudom, mikor van ennek a lebegő cuccnak vége. Várjál. Hát mindegy, megpróbálok beleesni, jó? Megpróbálok, srácok, belugrani. Hát Notch, köszönöm szépen tényleg még egyszer a bizalmat. És hát, jajaj, mondjuk ez már nagyon-nagyon messze van. Viszlát, csácsá, hadd ugorjak le. Hadd ugorjak le. Bele akarok esni a vízbe. Húúú. Légy szívesek bele. Jó, ez bőven megvan. Easy. Na jó, lejöttünk a mennyből, srácok. Milyen menő már. Na jó, hát srácok. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem a videóban, hogy tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és nagyjából így ennyi, és akkor találkozunk legközelebb, és még egyszer kösz szépen, sziasztok!